Ez a NAV teherautója, ezzel szállították a lefoglalt több mint 3 tonnányi vízipipa dohányt a nyíregyházi szeméttelepre. Az 500 doboznyi terméket egy ukrán férfi tehergépjárművében találták meg a pénzügyőrök Beregsuránynál még októberben. 3000 kg vízipipa dohányt akart behozni az elkövető, erről nem tett írásbeli sem szóbeli bejelentést, és ezáltal elkövette a vámigazgatási törvénysértést. A várulnak a adó tartalma közel 90 millió, 88 millió forint, és ennek a kétszerese került bírságként kiszabása, tehát közel 190 millió forint. A áru természetesen elkobzásra került, és mi a jövedéki terméknek minősül, így ennek a megsemmisítése történik most meg. A navosok csak az ukrán-magyar határszakasz átkelőinél havonta mintegy 80 ezer gépjárművet ellenőriznek. A múlt hónapban ebből a 80 ezer gépjárművel körülbelül 500 darabnál tapasztaltak a kollégáink valamilyen jogsértést, ez általában vámigazgatási bírságot van maga után, tehát nem jelentenek be valamilyen árut, és úgy próbálják behozni az ország területére. Ebben az esetben is ez történt, az októberben lefoglalt vízipipa dohányt markolóval szórták egy kupacba a nyíregyházi szeméttelepen, majd egy másik munkagéppel megsemmisítették a termékeket.